prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részfénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Robert. A kínai gazdasági növekedés ösztönzésének komoly hatásai lehetnek az egész világ gazdaságra, de a kontinensünkre és ezen belül Magyarországra is. Vendégünk a stúdióban Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatója, kormánybiztos. Szeretettel köszöntelek, szervusz. Szia Robi, köszöntöm a hallgatókat. A közösségi médiából kiderül, hogy nemrég Sencsenben jártatok. Ez egy igazi kínai szilícium völgy, tulajdonképpen a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági központja. Elég, ha csak annyit említünk, hogy itt van a Magyarországon is gigantikus beruházást folytató BYD-nek a globális főhadiszállása. Elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt a célja ennek a látogatásnak, milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek Sencsenben? Most nem csak azért mentünk, hogy a BYD-val találkozzunk, hanem azért, hogy olyan új befektetőket is felkutassunk, akiket szeretnénk megszólítani ide Magyarországra. És Sáncsáról azt érdemes tudni, hogy néhány évtizeddel ezelőtt ez egy 30-40 ezer fős, hát mondhatjuk azt, hogy halászfalu, de egy, egy város volt, és most pedig majdnem 18 millióan vannak. a Kínán belül több városnak is meghatározott szerepköre van. Sánkáj mondjuk a kereskedelem, Peking ugye a politikai központ, és Sáncsán az egyértelműen a high-technek a legmodernebb technológiáknak a központja és azért mentünk oda, hogy új cégekkel folytassunk egyeztetéseket, hiszen Kína valóban nagy mennyiségű tőkét küldött, úgymond Magyarországra befektetések formájában, viszont ezek főleg a feldolgozóiparba érkeztek. Elektronika, ugye azon belül az akkumulátorgyártás, most már elmondhatjuk azt is, hogy a, a BYD is megvan, ugye Szegeden építkeznek, viszont van egy sor olyan ágazat, amiben Kína napjainkra vezető szerepet tölt be csúcs technológiai ágazatokban. Hatalmas kutatásfejlesztési projektek zajlanak mind az állam részéről, mind pedig a vállalati szektor részéről. Van egy kutatás is, hogy 63 csúcs technológiai ágazatból 40 valamennyiben Kína vezető szerepet tölt bent, tehát a legnagyobb mértékű kutatásfejlesztést Kína valósítja meg. Úgyhogy azért mentünk, hogy találkozunk ilyen cégekkel a gyógyszeriparban, az információs és kommunikációs technológiáknak a, a világában, vagy említhetném a, az elektronikát és mondjuk a orvosi eszközöknek a gyártását, tehát egy sor ágazatot, és elképesztő volt azt látni, hogy minden vállalat, akivel tárgyaltunk, az mennyire óriási hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztési tevékenységre. Voltunk a BGI kutatóközpontban is, ahol kb. 4-5 ezer mérnököt foglalkoztatnak, DNS kutatással foglalkoznak, és egyébként már magyar egyetemekkel elkezdték az együttműködést. Szeretnénk az ilyen típusú befektetéseket is megszólítani Magyarországra, azért jártunk kint. Hogyan látod általánosságban a kínai technológiákat, befektetőket, és Magyarország hogy tud ebből a jövőben még inkább profitálni? Egyértelmű, hogy a kínai tőke az meghatározó lesz világszerte. Ha megnézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy korábban sokkal kisebb volt a keleti tőkének a részaránya abban a globális működő tőke áramban, ami valahol kereste a helyét a világban befektetések formájában. Tehát Kína és úgy általában a keleti tőke már a teljes globális működő tőkének az 50%-át is kiteszi. Tehát nem érdemes vitatkozni a tényekkel, egyszerűen az látható, hogy a kínai tőke kihelyezés az domináns és nagyon meghatározó lesz a következő évtizedekben is. És bár nekünk a nyugati kapcsolatok rendkívül fontosak, a nyugati tőke ugyanolyan fontos, mint amilyen eddig is volt, a jövőben is az lesz, viszont nem szabad lemondanunk arról, ami Kínában, Koreában, Japánban vagy éppen Indiában történik. Ugye ez volt a lényeg a keleti nyitásnak is, hogy a gazdasági kapcsolatokat erősítsük ezekkel az országokkal. És Kínában látható, hogy számos ágazatban csúcstechnológiát fejlesztenek. Nekünk szükségünk van ezekre a technológiai megoldásokra, és főleg azokat a projekteket keressük, amik a magyar ipari ökoszisztémából hiányoznak. Tehát um, érdemes meglovagolnunk azt a hullámot, hogy van egy kiváló politikai kapcsolatrendszerünk az országgal. Múlt héten is pontosan azt tapasztaltuk meg, hogy Mindenhol a legnagyobb nyitottsággal és tisztelettel fogadnak minket. Pontosan tudják, hogy hol van Magyarország, pontosan tudják, hogy itt már van egy jelentős kínai működőtőke, tudják azt, hogy mennyire jók a politikai kapcsolatok, és nyilván ezek olyan szempontok, ami egy új befektető szempontjából meghatározó, amikor döntést hoz arról, hogy egy projektet hol valósít meg. Ezért lett Magyarország a kínai működő tőke első számú célpontja Közép-Európában. Beszéltél a keleti nyitásról, és tényszerűen az látszik, hogy 2019 óta minden esztendőben keletről érkezett a legnagyobb befektető az országunkba. Beszéltél iparágakról, beszéltél a K F-nek a fontosságáról. Mik azok a konkrét eredmények, amik az elmúlt években jellemezték ezt a politikát? Ha Magyarországon belül nézzük a, a, helyzetet, akkor egyértelmű, hogy az elektronika volt az az ágazat, ahol a legtöbb befektetés érkezett akkumulátorgyártás. Ez nyilván nem meglepő, hiszen a világ tíz legnagyobb akkumulátoripari szereplőjéből kilenc keleti, öt kínai, három koreai és egy japán, tehát Európában egyébként nincs olyan nagy volumenű Ipari szereplő, aki képes lett volna akkumulátorokat ilyen mennyiségben gyártani. Úgyhogy ez egy sikerágazat abból a szempontból, és sikerült megszólítanunk ide több akkumulátoripari céget is. De említhetnénk nyilván az ICT-nek a világát, tehát a Huawei-ről se fejletkezzünk el, amelyik szintén egyébként egy vállalat, és egy nagy K +F központot működtet itt Budapesten. A cél pontosan az, hogy még több ágazatból hozzunk be kínai befektetőket, ez egy trükkösebb munka lesz, tehát sokkal nehezebb lesz, mint a feldolgozóiparnak különböző ágazatait megszólítani. Ezen kell most a, a hipának dolgoznia, és nyilván figyelembe kell vennünk, hogy van egy munkaerőpiaci helyzetünk, van egy teljes foglalkoztatottságunk, viszont van egy egyetemi szerkezet átalakításunk, ami meghozza az eredményeket abból a szempontból, hogy a cégek sokkal inkább tudnak támaszkodni a felsőoktatási rendszerre, mint azt korábban tehették. Tehát azt gondolom, hogy jók az esélyeink, viszont nagyon proaktívan kell ebből a szempontból fellépnünk és megkeresnünk ezeket a befektetéseket. És hát nyilván az akkumulátor mellett járműgyártás, BYD befektetése több milliárd euró évente. 300 ezer autót fognak Magyarországon gyártani hibrideket és nagyrészt egyébként elektromosokat. Tehát ez a két ágazat van, de hogyha mondjuk Kazincbarcikát nézzük, ott van Borsotkem, ami szintén kínai tulajdonban van, és a térségnek az egyik legmeghatározóbb foglalkoztatójáról beszélünk, tehát a vegyipar, elektronika és autógyártás. Az a három ágazat, ahol a legtöbb kínai befektetés érkezett a elmúlt néhány évben. Maradjunk az autógyártásnál, vagy az akkumulátor technológiánál. Jelenleg ez az egész iparág nagy átalakulás alatt áll, és egyfajta válságot is lehet érezni, tehát az európai gazdasági növekedés az nem ott tart, ahol sokan szeretnék. Hogy látod ennek a megoldását? Ez egy átmeneti jelenség, és utána, ahogy természetesen megvan a gazdaságban, a gazdasági ciklusokban, ez a megszokott hullámzás, ez ki fog majd egyenlítődni, vagy pedig itt tényleg egy mélyebben gyökerező válságjelenségről van szó? Én azt gondolom, hogy inkább itt is a ciklikusságról van szó, tehát ha az elektromos autó értékesítéseket nézzük, akkor van növekedés, viszont nem olyan ütemben, mint ahogy azt vártuk, vagy várták korábban. Tehát van egy lépcsőzetesség ebből a szempontból. Most kétségtelenül van egy megtorpanási időszak, ami több okra vezethető vissza, viszont a várakozások szerint 2025 végén, vagy valamikor 2026-ban ismét egy Jelentős emelkedő pálya fog következni, és ez nyilván hatással van a jármű járműértékesítésekre, ezáltal pedig az akkumulátor értékesítésre is. Ami Európát illeti, nyilván van egy általánosan nehéz gazdasági helyzet, ami rányomja a bélyegét az autóértékesítésekre. Aztán említhetnénk azt a Németországi döntést is, hogy kivezették az elektromos autókhoz nyújtott támogatási programot. Egyértelmű, hogy itt Európában közös válaszok is szükségesek. Egyértelmű, hogy fejleszteni kell a töltőinfrastruktúrát. Ehhez közös európai projektek, programok szükségesek. A magyar kormány egyébként indított néhány héttel ezelőtt egy kifejezetten elektromos autók töltőhálózat fejlesztésére irányuló programot. Van jelenleg is olyan programunk, amelyben támogatjuk a vállalkozásokat, hogy elektromos gépjárműveket szerezzenek be, és ez egy rendkívül népszerű program. Tehát uh, nyilván a gazdasága, ahogy magára fog találni a következő években, úgy fog folyamatosan nőni az új autó értékesítéseknek a száma, azon belül pedig az elektromos autóknak a száma is. Az Európai Unió hozott egy döntést. Ezt mindannyian ismerjük, hogy 2035-től már nem lehet hagyományos belső égésű motorral ellátott járművet forgalomba helyezni. Ezt az utat választottuk, ezen kell tovább mennünk, és a szükséges intézkedéseket pedig meg kell tenni, hogy a töltő infrastruktúra az bővőjön szerte a kontinensen, és nyilván szükségesek azok a támogatási programok is, amelyek keretében segítséget lehet nyújtani az egyébként általában drágább elektromos autók beszerzéséhez. Persze itt jön a képbe, hogy a kínaiak pedig alacsonyabb áruautókat is képesek gyártani. A büntetővámoknak a szerepe az hogyan kapcsolódik ide? Te hogy látod, hogy mi vezetett idáig, illetve ez milyen változásokat, folyamatokat indukálhat? Szerintem, hogyha röviden kellene fogalmazni, azt tudnám mondani, hogy ez egy borzasztóan nagy melléfogás, elhibázott döntés. Tíz ország volt az, aki amellett szavazott, hogy bevezetésre kerüljenek ezek a büntetővámok. Ez nem a többség, mégis a vámok bevezetésre fognak kerülni. Az Európai Bizottság kezébe adta végül is a döntést a tagállamoknak ez a kisebb hányada, és az Európai Bizottság egészen biztosan élni fog ezzel a lehetőséggel. Csak az a kérdés, hogy ki ennek a lépésnek a nyertese. Brüsszelben az a kommunikáció, hogy az európai autógyártók védelmében születtek ezek a döntések. Csak az a probléma ezzel, hogy ha tárgyalunk német autóipari szereplőkkel, akkor mindannyian elmondják, hogy ők ezt borzasztóan károsnak tartják. Hiszen nekik is van Kínában autógyártásuk. Ők is függnek, amikor Európában gyártanak autókat, függnek a kínai beszállítóktól. Tehát várható majd egy válaszintézkedés Kína részéről. És az nyilván nem annyi lesz, hogy a francia konyakra egyébként valamilyen extra büntetővámot vetnek ki, mert ez is történik egyébként. Hát ugye nagyjából lehet tudni, hogy ott Párizs környékén kezdeményezték az ilyen típusú büntetővámoknak a, a bevezetését. Úgyhogy az iparunknak egyértelműen nem jó, hiszen ez nem mozdítja elő a versenyt és az, hogy a kutatás fejlesztésben minél többet befektessünk itt Európában is. Nem jó a vásárlóknak, hiszen elzárjuk őket olyan megfizethető áru elektromos autóktól, amit jelen pillanatban leginkább Kínában gyártanak, és Kínából hoznak ide Európába. És nem jó a klímacélok teljesítése érdekében sem, hiszen voltak döntések Európában, amelyek azt mondták, hogy a közlekedésnek a karbonlábnyomát azt jelentősen csökkenteni kell. Hát, hogyha az emberek kevesebb elektromos autót vesznek, akkor ez viszonylag nehéz lesz. Úgyhogy ez senkinek sem jó, ezért szavazott Magyarország ellene a büntető vámok bevezetésének. Egyébként végül a német kormányzat is pozíciót váltott, és semleges álláspontból ők is a végső szavazásnál ellenezték ezeknek a vámoknak a bevezetését. Megszólalt azóta a BYD is. Összességében amellett érveltek, hogy őket ez nem fogja egyébként eltántorítani attól, hogy akár további beruházásokat, investíciókat eszközöljenek a kontinensünkön. És hogy ezzel kapcsolatban egy fontos aktualitás, hogy a héten zajlott a BYD-nek a beszállítói fóruma. Miért éreztétek szükségesnek, fontosnak ezt a rendezvényt? Ezt egy mondatban úgy tudnám összefoglalni neked, hogy azt szeretnénk, hogyha ezek az autók nem csak Magyarországon gyártott autók lennének, hanem magyar autók lennének. Tehát magyar emberek tudásával, szakértelmével gyártsuk őket, és lehető legnagyobb mértékben magyar beszállítóknak a részvételével gyártsuk őket. Tehát, hogy van egy sor olyan magyar vállalat, aki képes arra, hogy valamilyen terméket, alkatrészt, szolgáltatást, azt eladjon itt a szegedi BYD gyárnak, és ezzel a magyar tudás szakértelem alkatrész minden, az még inkább beépüljön ezekbe a gépjárművekbe. És egy sor olyan vállalat van, akinek nagyon komoly tapasztalata van a német autóiparral, a német autóipari szereplőkkel, mint megrendelőkkel. Viszont hiányoznak még úgymond azok a keleti kapcsolatok. Ezért tartottuk azt nagyon fontosnak, hogy megszervezzünk egy ilyen eseményt itt Budapesten, a BYD-val közösen. A BYD egy 50 fős delegációval érkezett Magyarországra, és kettő nap alatt hét különböző bizottságban 112 magyarországi céget hallgattak meg, akik potenciális beszállítók lehetnek a szegedi gyárban. Mindenki kapott 30 percet arra, hogy bemutassa a portékáját, a termékét, a szolgáltatását. Már az első jelzések rendkívül pozitívak a di delegációtól számos gyárba itt a következő napokban el fognak személyesen látogatni, meg fogják nézni, hogy ott milyen módszerekkel, milyen technológiával állítanak elő különböző termékeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy a foglalkozás az elérte a célját. Nyilván ez egy olyan munka, amit folytatnunk kell a jövőben, hiszen összességében a hipának nem csak az a feladata, hogy mi behozzunk ide egy külföldi befektetőt, hanem az, hogy a magyar kis, közép és nagy vállalatokat megpróbáljuk integrálni ezekbe a beszállítói láncokba, és segítsük őket, hogy részesei tudjanak lenni ezeknek a nagy a működésének. Sajnos azt láthatjuk, hogy a magyar cégek termelékenysége az valamennyire elmarad a külföldi tulajdonú és egyébként Magyarországon működő vállalatok termelékenységéhez képest. Úgyhogy nekünk segítenünk kell ezeket a magyar vállalatokat is. A hipánál egyébként pénzügyileg is tudjuk támogatni ezeket a magyar szereplőket, hogy képesek legyenek ezeket az egyébként nagyon szigorú feltételeket teljesíteni, hiszen az, hogy te be tudjál szállítani egy terméket egy ilyen gyárhoz, az egy borzasztóan hosszú, nehéz, minősítési folyamat, amin át kell esni, és utána viszont egy stabil megrendelési állományod van éveken vagy évtizedeken keresztül, úgyhogy ez az a szintugrás, amit nekünk a hipánál segíteni kell, hogy nem csak idehozzunk egy befektetést, hanem legyen beszállító együttműködés, és utána legyen egyébként kutatásfejlesztési együttműködés. Tehát nagyon érdekes, hogy a a BYD szerencsére, ugye mi támogatásunkkal elkezdte az egyeztetéseket a Szegedi Egyetemmel is, hogy hogyan tudnak közösen együtt dolgozni, és a helyi szakképzési intézményekkel is a, a munkaerő utánpótlás kérdésköréről. Gondolom nem csak a szegedieket érdekli, hogy hol tart jelenleg a byd nak a beruházása, hiszen ez egy folyamatban lévő beruházás. Így van. Tavaly december 22-én jelentettük be a projektet. Karácsony egy nagyon szép ajándék volt, és most már van egy nagyon látványos szakasza a szegedi gyár létrehozásának. A magas építési tevékenységek is elkezdődtek, tehát ha valaki oda megy, akkor most már láthatja, hogy minden napot nőnek ki a, az épületek a földből és ezzel párhuzamosan pedig a kormány azon dolgozik, hogy az ipari parknak a megfelelő infrastruktúra és a közműhálózata is rendelkezésre álljon, úgy, hogy egyébként abból a helyi lakosok is sokat profitálnak, hiszen modern új úthálózat, bővülő víz- és szennyvíztisztítási kapacitás jön létre. Úgyhogy az eredeti tervek szerint halad a BYD szegedi építkezése, 300 hektár a teljes területe a gyárnak, ebből 150-en zajlanak már ilyen típusú magasépítési építési hamarosan a másik 150-en is el fog kezdődni ez a munka, és egyelőre azt látjuk, hogy nincs olyan aspektus, ami veszélyeztetné azt, hogy a BYD el tudjon kezdeni termelni jövőre, jövő évben, ahogy azt ők egyébként szeretnék, hiszen pontosan a büntető büntetővámok miatt is nekik nagyon fontos, hogy a lehetőleg hamarabb legördüljenek a járművek a, a, futószalagról. Közben pedig van egy verseny is, hiszen Törökországban is építenek egy járat. És ugye a EU-Törökország együttműködésben gyakorlatilag szinte ugyanolyan feltétel rendszer mellett tudnak behozni autókat ide Európába, Törökországból is, de mi gyorsabbak szeretnénk lenni. Tehát nagyon sok minden van már itt Közép-Európában, Magyarországon egy hihetetlen autóipari Ökoszisztéma jött létre az elmúlt 14 évben, viszont van egy sor olyan alágazat, ami még hiányzik, és amiben lehetne erősödnünk. Ilyen a szoftverfejlesztés, a tesztközpontok, a különböző szenzoroknak a fejlesztése, vagy kompozit technológiák, például, hogyha vegyipart említem. Illetve az már nagyon szuper, hogy elektromos autókat is fogunk gyártani, és gyártunk még ugye hagyományos belső égésű motorokat is, de nyilván lesznek olyan technológiák a jövőben, amelyek szintén fontosak lehetnek nekünk, akár a hidrogént is említhetnénk. Tehát, hogy ezek olyan hiányzó elemek, amiket érdemes még kutatnunk szerte a világban, és minél inkább behozni ide Magyarországra is. Ezen dolgozik most a Hipa. Mondhatjuk azt, hogy kicsit újra definiáltuk mi is a munkánkat, és most egy sokkal szofisztikáltabb befektetés ösztönzési rendszer van, és ennek mentén keressük az új projekteket. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatója. Kormány biztos volt a mai vendégünk a prémium kategóriában. Köszönöm szépen a meghívást. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.